maguknak direktor úr. Folytatja kárpátaljai bemutató körútját a Dériné ifjasszony című tévéfilm, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház szervezésében. A Vidnyászki Attila által rendezett alkotást 2022. szeptember 20-án vetítették először az Uránia Filmszínházban, ezt követően pedig a magyarországi, majd kárpátaljai turnéra indultak. A kárpátaljai helyszínek többségén közönségtalálkozót is tartanak, ahol a címszereplőt, Tarpai Viktóriát kérdezhetik az érdeklődők. Nem volt ez másként ezúttal Nagypaládon sem. Régi vágyunk teljesült azzal, hogy egy központi rendezvényt hozhattunk el településünkre, és úgy érezzük, megérdemli a közönségünk ezt a mai csodálatos estét, mondta Illés Katalin, a KMKS Nagypalád alapszervezetének elnöke. Én már láttam ezt a filmet Beregszázban, amikor volt a Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra Napján bemutatták, és én is fontosnak tartottam, hogy ez a kicsi közösség, aki még itt megmaradt, mint magyar közösség, azok is lássák ezt a filmet. Először is Nagypalád az a falu, aki a hagyományokat őrzi, szeressük az ilyen dolgokat. Az nem csak filmekről van szó, hanem bármilyen rendezvényen, amit megszervezünk, és az énekarunk is szolgált előzőleg, ami nem olyan régen alakult, egy éve formán, és hasznos dolog, hogy a hagyományokat ápoljuk. Minden közönség találkozó erőt ad a további munkánkhoz. Számomra pedig különösen fontos az, amikor Kárpátalján találkozhatok a közönséggel, árult el stábunknak Tarpai Viktória. Tényleg a nagyon felemelő és a nagyon boldog érzésnél ez sokkal több, hisz valami olyan erővel bírnak ezek a találkozások, amelyek nagyon-nagyon sok mindenben megerősítenek, hitet adnak, és tovább segítenek. Tehát, hogy ezt így egy-két mondatban összefoglalni nem igazán tudom, de tényleg a hatalmas érzések, és a mindenféle hála, és a boldogság, így ezek így ötvöződnek, favarognak, és mondom azt, hogy ezek olyan útravaló kis csomagok, amiket, hogyha én kibontok egy-egy nehezebb pillanatba, akkor nagyon-nagyon sok mindent találok benne, szépet, jót, erőt, és sorolhatnám. Hát ugye ez abban volt más, hogy itt a színház és a film lett ötvözve, tehát ez tévéjáték volt, és a darabból ugye nagyon sok mindent ugyanúgy játszottunk és csináltunk, úgyhogy ez ebben volt másabb, mondjuk, mint egy más jellegű film, amiben eddig szerepeltem, és itt egy kicsit azért a filmen belül is más eszközökkel kellett megnyilvánulni, és más volt a forgatás menete is bizonyos szempontokból. Rózanin! Édes jó Rózanin! A nagy sikerű produkciót a közeljövőben Beregszászon, valamint a Nagyszőlősön tekinthetik majd meg az érdeklődők. Utóbbi helyszínen pedig a Nagypaládihoz hasonlóan az estet a vetítés után közönségtalálkozóval kötik majd össze.